Már az üzbék Elizaveta Nazarenkova. Igazi jelenség a szőke hajával. Nagyon érdekes gyakorlatai vannak. Gyakorlatokban is ugyanúgy, mint a csapatoknál, be kell mutatni táncos lépést, aminek 8 másodpercnek kell lennie. Kezdenek a lányok ma. Elképesztő, és az azt se felejtsük el, hogy ő ugye alapvetően orosz nemzetiségű, és mivel nem sikerült neki ott maradni az élmezőnyben, tehát ott volt az élmezőnyben, de hát ugye második, harmadik, negyedikként nem igazán tudott labdába rúgni, vagy most jelen esetben ugye karikába, akkor nemzetiséget váltott. 2014 óta verseny az üzbék színekben, és hát ugye itt a helye, hát hogy mennyire nehéz az oroszok helyzete, ugye milyen kiváló sportolóik vannak. Hárma jutottak be ide a fináléba, és nem csak ez az a finálé, hanem más szereknél is ez van. És aki a harmadik helyen zárt közülük, ugye csak ugye az ő rangsorukat figyeljük, az már nem szerepeltet, hiszen ebben a döntőben egy nemzetnek csak 2 versenyzője vehet részt. Hát ő meg aztán mennyire kimaradt volna. Hát ugye így járt Szoldatova, akit a tavalyi debreceni világkupáról jól ismerünk, és akkor szinte végig ott volt a döntőben, most viszont csak egyetlen egyben tud majd részt venni. Elegáns, szép gyakorlatot láthattunk tőle is. A második hely, Neta Ritkin.